Miután bemutattuk, hogy drogosok és hajléktalanok lepték el Pikó András egy éve készülő sétáló utcáját és a mellette lévő közösségi kertet, az azt üzemeltető ökofeministák szemétszedést szerveztek, amiben az önkormányzat is segítséget nyújtott nekik. Ilyen lett a végeredmény, a szemétszedés után megtisztított kert. A szemétszedés után az ökokert is készen áll a szezonra. Van a magaszágyasok, általában cikini, tők, menta, többféle csalán, termelők, és akkor ott van egy pavilion, szokott lenni ilyen beszélgetések. Maradtak a hajléktalanok is, akik állítják, az ökofeministák beleegyezésével tartózkodnak és szemetelnek ott. De szoktak találkozni azokkal, akik itt? Persze, mert segítettünk takarítani is.